Megdöbbentő adatok az amerikai EWG vagy EWG oldaláról, ami a leggyakoribb zöldségek és gyümölcsök növényvédőszerre tesztelt adatait tartalmazza. Ez egy részlet arról az oldalról, amit ugye az EWG vagy EWG néven meg lehet találni az interneten, EWG.org oldalon. Itt látható az angol és a magyar, ugye én kicsit befordítottam ide. A teljes lista a 45 gyümölcs és zöldségről, amit a permetező szerek tartalmuk szerint csökkenő sorrendbe tettek, tehát ugye minél alacsonyabb a szám, annál magasabb a vegyszertartalma. Az EWG által, vagy EWG által analizált növényvédőszerekre tesztelt adatok, ezeket az értékeket adják. Tehát ugye ez a hivatal ugye végezte ezeket a kísérleteket, méghozzá az amerikai agrális táplálkozás és gyógyszerész adminisztrációs vagy belügyminisztériumi hivatal által néhány vagy jó néhány közkerülően gyümölcsök és zöldségeket megvizsgálva. Néhány alábbi zöldség és gyümölcs import és hazai megjelölése is szerepel, ezért a 45 az 49 lesz. Az alacsonyabb szám a több növényvédőszer tartalmat jelenti, tehát a legmagasabb növényvédőszer tartalommal az almát találták, majd az ellert, a paprikát, a barackot, az epret, a nektarineket, azt nem tudom, minek lehet fordítani, vagy szőlők, aztán a szőlőt, a spenótokat, a fejes saláta, a tizedik helyen az uborka, a fekete áfonya, burgonya, leveles kelek, különböző kelbimbók, cseresznye, erős paprika, borsók, nektarinek ez a hazai, az előző az importból származó volt, zöld babok, szilva importból származó, aztán az áfonya az importból származó, sárgarépa, málna, nyári tök vagy cukkini, ha jól tudom, én ezt jól fordítottam, narancs, brokkoli, zöld hagyma, banán, dinnye, paradicsom a 29. helyen szerepel, a sárga dinnye a hazai, karfiol, papaja, hazai szilva, téli tök, gomba, görög dinnye, grapefruit, édes burgonya, sárga dinnye, kiwi, padlizsán, mangó, spárga, cukorborsó fagyasztott, meglepő módon, a káposzta, avokádó, ananász, csemege kukorica és a hagyma szerepel ezen a listán, talán a legutolsó helyen, vagy magyarul a legalacsonyabb növényvédőszer tartalommal a hagymát találták. Ez most egy egyedi vizsgálat volt, ezt kérem mindenki vegye figyelembe, ezek az adatok tájékoztató jellegűek, csak igen elgondolkoztatóak, hogyha mondjuk Amerikában ez van, miben különbözne a világ másik részén, vagy éppenségen a hazai környezetben, hogy melyek azok a növények, amik gyümölcsök, amik ezekből úgy mondván egészségesek fogyasztani és fogyasszuk, és meglepő módon a legmagasabb növényvédőszer tartalommal bírnak, ami köztudottan roncsolja az immunrendszert, a hormonrendszert, az idegrendszert, és különböző egyéb egészségkárosító hatásaik vannak, amik szinte a mai napig nem is ismert. Ebben élenjárója ezeknek a környezeti mérgeknek a megállapításában, illetve ezeknek az eltávolításában, aki saját klinikát is hozott erre létre, dr. Walter G. Crinoin, a Mitogenics vagy Mitogenics termékeknek a megalkotója, akiről a következő kis filmemben fogok részletesen beszámolni, ezért kérem nézzétek a további kis filmeket is. Köszönöm a figyelmet!